nagyon-nagyon kreatív címet adtam a ma reggeli üzenetemnek. Az üzenetem címe: Prófétai tanítás 1. Ezt a címet nyugodtan felírhatjátok. És köszönöm, van már is sok ilyen dolog. Ki az, aki még nem vett részt ilyen prófétai megmozduláson, és én nem nagyon van még képbe ezzel kapcsolatban, őszintén. Aki még nem volt ilyen prófétai konferencián, légy szíve, emel már kicsit magasabb, jó, mely nem? Aha, jó, 58%, köszönöm szépen, nagyon jó. Akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas nap lesz számotokra. A mai napnak a célja, hogy bátorítsunk titeket, hogy kívánjátok meg ezt az ajándékot, és kezdjétek el használni, és egy új képetek legyen az egészről, és bátorodjatok be, és egy olyan ajándéka van Isten szelleminek közöttünk, amely nagyon-nagyon sokat jelenthet a mi számunkra, és nagyon nagy előnyt jelenthet a számodra az élet minden területén, és az egyház eddig nem igazából, a gyülekezet nem igazából használta eddig. És az a célunk, hogy ha már kaptuk Istentől ezt a pénzben ki nem fejezhető nagy ajándékot, akkor használjuk, nem? Tehát nem akarunk egy pazarló emberek lenni, akiknek lehetőség ingyen ott van adva, a legnagyobb lehetőség a világon a kezükbe, mi meg csak így elengedjük. Jó? Tehát akkor szeretnénk egy pár dolgot magáról a prófétálásról szót ejteni, és tudjátok, én is úgy nőttem fel, hogy amikor fiatal voltam, nagyon izgatott ez a dolog, mint minden fiatal, ez a misztikus dolog, és akkor meghallottam, hogy proféta, profétálás, és tudjátok, kicsit útbőrözik az embernek a háta, és akkor fú, az valami különleges dolog, és akkor olvastam a Bibliát, ahogy ti is, megjelenik az ember előtt egy nagy szakállas bácsi, tudjátok, palásban, bottal, és akkor így dolgok történnek, jégeső esik, villám, és akkor valaki meghal, valaki feltámad, és jaj, és görcsbe rándul a hasunk, és valami nagyon kívánatos, jó dolog lehet, de nagyon félünk tőle, és hát az ember eléggé ki van, és remegés fut át rajta. Amikor nagyon kicsi voltam, akkor jött a gyülekezetünkbe egy néni, és mondták, hogy ő a próféta néni, és hát egy fejkendő volt a fején, és a szemüvegbe rám nézett, és teljesen azt gondoltam, amikor ott volt ez a néni egy ilyen alkalmon, hogy ezt a mai napot éljem túl. És hogy nagyon féltem, és Isten előtt állandóan bűnt rendeztem, mert arra gondoltam, a próféta az, aki úgyis átlát rajtam, és pontosan tudja, hogy mit csináltam. És hát állandóan, Istenem, kérlek, nem akarok pokolba kerülni, nehogy valami, és hogy bűn, egyáltalán ne haragudj, és hogy az is bűn, hogy szép lányok vannak a földön, és ezt 55-ször megbántam, hogy ne haragudjál, és hogy nagyon sajnálom már, és szánom, bánom, hogy sokkal több hupikék, törpikéket néztem este, mint amennyit imádkoztam, és hát tudjátok, amit egy kisgyerek megbánhat, és nagyon féltem is, de nem akarok a pokolba kerülni, Uram, és nézett a néni a szemüvegén keresztül, és nagyon kedves néni volt, és hogy átölelt, megpuszilt, és és hát azért nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi ez, de annyira féltem tőle. Amikor kicsit később hallottam jó proféta üzeneteket, nagyon tetszett, és amikor felavattak, ifi pásztorként szolgáltam, akkor eljött hozzánk egy nagy nemzetközi tekintélyű apostol, úgy hívták Dániel Matej, biztos, hogy hallottatok már róla, meg ismeritek őt, és prédikált nagyon erősen, és én nagyon lelkes voltam. Ő arról prédikált, mert mindig arról prédikál, hogy olvassál több igét, és imádkozál rengeteget, és az imádkozás nagyon jó, és vedd kezedbe az Istennek a Bibliáját, és imádkozzál, és áttöréseket tapasztalsz, és mesélték, hogy 4 halott támadt már fel a szolgálat alatt, és én nagyon nagy tűzbe jöttem, és erről beszélt, hogy olvasd az igét, mert az ige szólni fog hozzád, és imádkozzál, és ő is úgy tanult meg imádkozni, hogy a mindig elaludt imádkozás közben, és a kád szélére állt, és így imádkozott, és mondta, hogy itt, ha elalszik, akkor meghal, tudjátok, lezuhan, és úgy, és nem aludt el is, hogy egy órát képes volt ott állni, mert életveszélyes helyzetben volt, és így lassan megtanulta, hogy mindig ott imádkozott, hogy azután nem aludt el is. Hát én nagyon rosszul voltam, mert az a hét nem olyan jól sikerült, alig olvastam Bibliát, és alig ismerős ez nem, és alig imádkoztam, és azt mondta a végén Dániel Matej bácsi, hogy mindenkiért prófétálni fogok, aki itt van ebbe a terembe, és az országos vezetők voltak ott. Hát én kész voltam. Én sírtam. Én megint bűnt rendeztem az összeset. Tudjátok, mi a következő lépés? Uram,
Alig várom, hogy hazamenjek. Első lépés, kezembe veszem a Bibliát. Egész este imádkozni fogok, ameddig csak bírok, és imádkozok, és holnap korán reggel fogok kelni, eddig még sosem jött össze, de most biztos, hogy össze fog jönni, és ne haragudj, és bocsáss meg is. És akkor tudjátok, milyen nézés, hogy így kiállsz, és akkor nézed, már csak kettő. Már csak egy. És a következés ott áll, megáll előtted, halleluja. Halleluja, te meg így mész össze. Nagyon féltem, és rám nézett. Kérdezte, hogy te dicsőt és vezető vagy? Mondom, nem. Végülis akkor azt gondoltam, hogy nem, de most már rájöttem, hogy óriási, az vagyok, meg nagy ajándékom van, csak még ezt az emberek nem vették észre. De Xenon látásnövelő, Isten majd megnövel látásokat is. Majd megtudják. Mindent a maga idejében. Igazából azért nem tudják, mert még el nem hordozhatják ezt a nagy ajándékot. De ha növekszik az Isten ekklézsiája, akkor majd meglátjátok, hogy én dalszerző és dicsőt és vezető vagyok. De most nem erről akarok beszélni, hanem a lényeg az, hogy... És akkor jött hozzám, és azt mondta nekem, én remegtem, mint a nyárfalevél, rám nézett, azt mondta, hogy hatalmas erő és tűz van benned. És elkezdett profétálni jövőmről olyan dolgokat, amik még nem lettek meg. Csak mondta, és akkora dolgokat mondott, és én ott álltam, és majdnem, azt nem tudom, hogy állok, ülök, azt tudom, hogy nem emlékszek semmire, csak az így tekint rám Isten. És ezt kaptam egy képet, hogy Isten hogy lát engem, ami nagyon más volt, mint ahogy én láttam magamat. Egy szót sem említett az én hibáimról, hanem adott nekem egy jövőképet, és tudjátok, olyan szenvedélyes lettem utána, hogy nem volt kérdés, hogy imádkozzak, nem volt kérdés, hogy olvasom a Bibliát, alig vártam, hogy oda kerüljek. Miért? Mert egy jövőképet adott Isten. És rájöttem, hogy én megtértem magamtól, tudjátok, hogy tudtam én, hogy többet kellene imádkozni, vagy amiben én megtértem, azt miért mondaná Isten is, hogy nem akar megfélemlíteni nyilvánosan. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Istennek nem célja, hogy téged nyilvánosan megszégyenítsen, és hogy kimondja a te titkos dolgaidat, nem erről szól az egész, hanem fel akar téged emelni, bátorítani, és egy olyan jövőképet akar eléd adni, amiért érdemes harcolni. És észre sem veszed, hogy elkezdett tényleg szenvedélyből az ő jelenlétét keresni, szenvedélyből leteszel dolgokat, már nem csinálsz butaságokat. Miért? Mert előtted van egy jövőkép, és azt mondod, hogy ezt az életet akarom élni. Mert amikor Isten ad neked egy olyan üzenetet, ami az őtől leszármazik, ő azt az üzenetet mondja, amire ki vagy igazából találva, amire ő talált ki téged, amit ő tud a legjobban, és amikor ezt az üzenetet megkapod, akkor azt érzed, hogy egy szenvedély, egy tűz gyúl a szívedbe, és azt mondod, hogy én világéletemben erre vártam. Ez a mondat, ami leginkább tűzbe tud hozni. És tudod, Isten alkotott téged, és ezt a mondatot, ezeket a mondatokat és képeket ő tudja átadni, igaz? Mert ő ismeri a jövődet. És tudjátok, én azt mondtam, hogy hát ez kell nekem, ez csodálatos dolog. Olyanokat kaptam, hogy azt mondtam, hogy most már nem kérdés, hogy csak Isten fogom szolgálni egész életemben, és amikor későbbiekben, kicsit később ki fogok rá térni, hogy amikor nagyon elkeseredtem, akkor elővettem ezeket a jövőbeli látásokat, és azt mondtam, hogy én most nem látok semmit magam előtt, sötétnek látom jövőt, alkalmatlanak látom magamat, de ha Isten ezt mondta, és az igaz, amit Isten mond is, akkor ő ad nekem erőt, és valahogy túl fogok mindenen jutni, és itt fogok kikötni. És tudjátok, ez valahonnan belülről egy akkora erőt adott, hogy sosem hagytam abba, és sosem adtam fel, hanem ez tovább lendített engem. Mert azt mondtam, hogy ez a jövő azért kell nekem. Neked egy olyan jövőd van, mindannyiótoknak, olyan csodálatos jövőtök van, ami Istennek a terve számotokra, hogyha most ezt a mennybe videón levetítenétek nektek, megnéznétek, azt mondanátok, hogy arra az ember irigykedek. Az az ember fantasztikus. Én az az ember akarok lenni. És azt mondaná a videó végén Isten, hogy lányom, ez te vagy. Fiam, ez te vagy. Tényleg. Ha akarod és engedelmes vagy, ez lehet a tiéd. Na, erről szól a prófita ajándék, amikor Istennek az üzenete elér téged. És olyan terve van Istennek a ti számotokra, amely csodálatos. Kiválasztottak vagytok. És ebből akar titeket bátorítani, hogy ezt az életet éljétek. Jeremiás könyvében az van írva a prófitás, hogy olyan, mint egy útjelző oszlop. Tegyél le útjelző oszlopokat. Tudjátok, mi az útjelző oszlop, hogy ne tévedjél el, sok út van az életben, és azt mondja, Isten, ezt az utat járd. Ennek az útnak a vége, dicsőség, élet, és az Isten királysága. Amen. Oké, tehát általában azért mondtam ezeket a példákat az életemből, mert nagyon sokan,
hasonló módon gondolkodunk a prófétálásról, a prófétai szolgálatról, és hogy félelem van az ember életében, a gyülekezetben, az ajándék tekintetében. De hogyha levesszük a szemünket a gyülekezetről, azt nézed, hogy a világban pedig a sátán, aki szintén tud prófétálni csak hamisan, pedig egyszerűen ezt elterjeszti, és mindenkit érdekel ez a dolog. És ugyanígy tudjátok, nem, hogy mi az, amikor az ördög próbál prófétálni, és az embereknek nagyon vágynak rá, a horoszkóp, igaz? Jóslás, ha bekapcsoljátok a tévét, egyfolytában jóslás megy, minden újságot csak úgy tudsz normálisan adni, ha tele van horoszkóppal, az emberek boszorkányokhoz járnak, mindenhonnan igyekeznek a jövőt kikutatni, igyekeznek az valami biztos, igaz? Mert bizonytalan a világ, és hogy valami biztos pontot keresnek az emberek, hogy valaki segítsen már nekem, valami természet fölötti jel, hogy mi az én utam, mi lesz az én jövőm, mert biztonságot keresnek az emberek. És miközben a gyülekezet úgy áll és néz, aközben az ördög pedig az ő magjait, prófétai magjait, hamis prófétai magjait szerte szét millió számra hinti az emberek szívébe. És az embereket iszonyatosan érdekli ez, igaz? Reggel már azzal kelnek, hogy na, te ez és ez vagy, ez vár rád a mai napon. Te ekkor születtél, ez, egy sztorit elmondok, ez nagyon tetszik nekem. Nem szoktam horoszkópot hallgatni, de elmondom, egyszer megműtöttek, és ott feküdtem tehetetlenül, éppen akkor hoztak ki a műtőből, és tudtam, hogy hónapokig nem tudok lábra állni, és hát betettek, egyedül voltam egy kolterembe, és ott feküdtem, fel sem tudtam kelni, és ment a rádió. Hát mondják horoszkóp. Mondom, akkor kíváncsi vagyok, hogy nem mondom az ördög mit jósol. Mondom, egyszer meghallgatom, jót fogok rajta nevetni, gondoltam magamba. Akkor mondja, vizöntő, vagy nem tudom, mik vannak, rák, ehhez is, akkor odaért az én jelemhez, Skorpió. Na, kíváncsi vagyok. Skorpió, amennyiben párkapcsolatban él, ugye, feleségem akkor ment ki, ott volt mellettem, tehát párkapcsolatban éltem, ma felejthetetlen szexuális élményben lesz része. Akkor tudod, aki a műtőből hasamat műtötték, mondom, az ördögről ennyit meg a prófétálásáról, tiszta vicc kategória, nem? Köszönöm szépen, és akkor innentől kezdve lapozzunk egyet, ez így tiszta hülyeség, nem? És azt mondom, hogy hát akkor nagyon örülök annak, hogy én ismerem az igazit. De tudjátok, millióan nem ismerik nagyon sokan, és a jóslás igazából, meg minden, ami szert a világban van, a prófétálásnak a hamisítványa. És ilyen módon kicsit közelebb kerül az emberhez már, hogy tulajdonképpen mi is az. Ugyanis az ördög mindig másolja Istent, és próbálja parodizálni, és valamit imitálni, és próbál valami hamisat adni, csak hogy ne találd meg az igazit. Az igazi prófétálás, és most az első pontnál tartunk igazából, hogy mit jelent a prófétálás, az nem más jelent, mint szó szerint egyébként azt jelenti, ez az én megfogalmazásom mindenféle lexikális dolgokból, egy mondatba összesűrítve, hogy ihletet beszéd, nagyon egyszerűen. A prófétálás az azt jelenti, hogy Istentől ihletetten szólsz. Nem sokára megmagyarázom, tehát olyan mondatokat mondasz, ami nem belőled jön, nem a te agyadból jön, nem a te képességeidből jön, hanem fentről veszed. Tehát a prófétálás az nem más, mint amikor figyelsz Istenre, és amilyen üzenetet ő ad, amit érzel a szívedbe, azt továbbadod a másiknak, másik embernek. Ez lehet éppen egy aktuális helyzetében egy megerősítés, egy bátorítás. Lehet olyan dologról beszélsz, amit te nem tudsz. Nagyon sokszor prófétálunk, amikor úgy érzed, hogy, és tényleg sokszor prófétáltatok már, hogy nem tudtatok róla, hogy valami érzés támad benned, hogy oda mész, és azt érzed, hogy őt most bátorítani kell. Nem tudod miért, nem tudod mi van az életében, de elmondasz neki, hogy figyelj, úgy érzem, hogy Isten most meg akar téged bátorítani, erősíteni, nem tudom miben vagy, de ne add fel, de harcoljál, veled van az Úr, és ez egy olyan átlagos mondat, igaz? De az, hogy épp most mondtad ebbe az időbe, épp az az aktuálitás, hogy most valamilyen neki nagyon nagy szüksége van, tehát ez nem tőled jött, hanem Istentől. És nem csak egy információ átadása, mert ha Istenre figyelünk és átadjunk, abban nem csak egy információt adunk át, hanem mögötte van egy hihetetlen erő. Ez ami döbbenetes. Én tapasztaltam már, meg biztos ti is, ezért nagyon-nagyon szeretem, hogy elmondtak egy mondatot Istentől, egy egyszerű mondatot, de mivel az Úrtól volt, egyszerűen úgy éreztem, mintha erőtű szállna belém, és elmúlt minden bajom. És azt mondom, oké, mi volt eddig a gondom?
semmi problémám nincs már az élelőn, megyek előre, lelkes vagyok, tüzes vagyok. Egy mondatba bele van sűrítve, mert Istennek az ereje. Értitek? Tehát nem csak az információ lényeg, mert amikor a profétálásról van szó, általában az ember azt gondolja, hát én arra nem vagyok képes, meg a profétálás az valami ilyen dolog, hogy valaki kiáll, kicsit remeg, becsukja félig a szemét, így néz furcsán a kezével, és látja azt, hogy almafát látok, az almafából fehér lovasok vágtatnak ki, akik végig vágtatnak az ilyen sáskával telt mezőn, a sáskák átváltoznak gyönyörű szép áldott angyalokká, az angyalok segíteni fognak, én látom, hogy visszajönnek, rászáll Orbán Viktorra kettő, Gyurcsányra is kettő, a gyülekezetben is megváltozik a pásztor, stb. És úgy érzem, hogy különböző szellemiségek most elmentek, és érzem, hogy most egy sárga színű, rózsaszín fény jött be a terembe, és jobban érzi magát mindenki. Ó, ez már valami olyasmi volt. Igen. És január 12-én, délután, 7 perccel, nagyon boldog leszel. Fú, azért ez már egy proféta üzenet, és az emberek általában azért nem használják, mert ez egy ilyen buta képünk van, hogy valami túlságosan nagy dolgot kell mondani, ami nagyon hasonlít a jelenések könyvéhez. Igaz? És ha legalább 4 lovas lát az ember, meg valamit ott, az már úgy hasonlít. Igaz, egy ilyen képe van, de minimum egy ilyesmit kell, de legalább egy fákját, meg egy angyalt, vagy egy fát, minimum, vagy fát szoktak, igen, vagy különleges dolgokat, hogyha borzsózik a hátunk, és az emberek kicsit sírnak, akkor már kezdődik ez. Nem, ez egy természetes dolog, és ha olvassátok az Újszövetséget, meg a Bibliát, ez benne van, abszolút a hétköznapokban, egy keresztény gyülekezet hétköznapjában, és mindig szükséged van bátorításra. Tehát a profétálás nem más, mint olyan ikletett beszéd, amikor Isten által szólsz, nem a saját képességeidből, hanem rákapcsolódsz a mennyre, és amit a főnök mond, azt tovább adod a másiknak, amely bátorításra, megerősítésre és vigasztalásra van. Egyébként az alap az 1 Korintus 14.3-ban van megírva. Ez nagyon-nagyon fontos, az 1 Korintus 14 egyébként az újszövetségi profétálásnak az alapja. 1 Korintus 14.3, aki profétál, emberekhez szól olyan dolgokat mond, amelyek épülésükre, bátorításukra és megerősítésükre szolgálnak. Tehát mi a profétálás? Isten által szól olyan dolgokat, amelyek épülésükre, bátorításukra és megerősítésükre szolgálnak. Mire? Épülésre, bátorításra, megerősítésre. Az olyan üzenet, amely téged lenyom, amely ítélkezik, és amelytől kisebb vagy, és összezsugorodsz, ez szerint az nem Istentől való profécia. Mert nagyon sokat tapasztalhatok ilyet. Meg manipulálás, meg károsztatás. De mit mond a Biblia? A profétálás alapja megerősítés, bátorítás és felépítés. Tehát ennek a kritériumnak akárki üzen nektek valamit, meg kell felelni. Jó? Ezt mindig el kell mondani. Nagyon-nagyon fontos. Ha mást éreztek, mert ez az Isten terve, szerelmes vőlegény szól a mennyasszonyhoz. Ő pedig nem mond neki hülyeségeket, nem? Aki már volt szerelmes vőlegény, azt tudja, hogy amikor elkap a hív, akkor nagyon szép dolgokat mondasz neki. És ez egy alapvető dolog a profétálással kapcsolatban. A következő, ami szintén fontos, 1 Korintus 14-ben van leírva, a 31-es verben ki az, aki profétálhat, a Biblia azt mondja az Újszövetség, hogy mindenki profétálhat. Itt Ritus is említi majd én is az Abcsel 2-t, amikor pünköskor kiáradt Istennek a szelleme, és az volt az első dolog, hogy mindenki elkezdett profétálni. És fiatalok és idősek. Tehát egy újszövetségi gyülekezetben, ti egy újszövetségi gyülekezet tagja vagytok, igaz? Akik megtértetek, újjászületetek az Isten szelleme által, mindenki profétálhat. Nem biztos, hogy mindenki proféta lesz, de az ajándék megnyilvánulhat rajtatok keresztül. Miért? Mert Isten szelleme van bennetek. Amen. Ő szült újonnan rajta keresztül, Jézus Krisztus van bennünk. Oké. Szeretném bemutatni is, hogyan működik a profétálás, és szeretnélek bátorítani titeket, tehát te képes vagy és alkalmas vagy arra, hogy profétai üzenetet mondjál el. Miért? Mert Istennek vagy a gyermeke, és Isten szelleme él benned. És a bátorításra pedig mindig szüksége van a másiknak. Szeretném ezt egy gyakorlattal bemutatni nektek. Ez az egyik kedvenc gyakorlatom, és mindig nagyon működik. Gyakorlat is van benne, meg tanítás is. Jaj, ez van is egy ige, el ne felejtsen már. János 16:13, ebből a fordításban jobban szeretem. Ez egy másik Biblia. A proféta az,
aki nagyon sok Bibliával mászkál, szembe áll a gyülekezettel, és mindig így az ujjával mutat. Ez van megírva, igen, Zsozsó közönséges negyedik levelében. Tehát, azt mondja Jézus utolsó szavai közben, János 16-13, de mikor eljön amaz, az igazságnak a szelleme, aki által prófétálunk, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert ő nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Azt mondja Jézus, hogy amikor ő feltámad és elmegy a mennybe, nagyon jó lesz nekünk, mert eljön a Szent Szellem, és a Szent Szellem a prófétaságnak a szelleme, ő adja a gondolatokat, érzéseket, benyomásokat, képeket nekünk, amiket továbbadhatunk a másiknak, ami bátorításra, megerősítésre, felépítésre szolgál a másiknak, de a Szent Szellem nem magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, kitől hall, az atyától és a fiútól. Tehát az atya és a fiú a mennyben rólad beszélgetnek, általában vannak egy jó tervük, a Szent Szellem az, aki pedig kijelenti, vagy közvetlenül, vagy valamilyen prófétai személyen keresztül. Ha közvetlenül, akkor ez ugye történhet imádkozásban, vagy egy réma üzenet, amikor szól az Isten igéje hozzád, úgy is, de úgy is, hogy egy személyen keresztül. Na, ezt szeretném bemutatni, és bemutatja a bekövetkezendőket. Hogyan működik ez? Megkérném Ancsát, Trangidés, te leszel most az atya. Jó? Tehát, hogy mi játszódik le, ezt a bibliai verset fogjuk prezentálni képi módon, hogy lássátok. Válasszál ki magadnak egy fiút, aki Jézus Krisztus lesz. Oké. Okay. Ő lesz Jézus, tehát ti menjetek oda a sarokba, az ott a menny, jó? Ilyen szép színes, mint amennyit lámpák vannak, az a trón. Oké. Okay. Isten hét lelke, igen, ott van fent, a trón körül. Oké. Okay. Na, kell egy Szent Szellem. Leszel Szent Szellem? Gyere, jó? A Szent Szellemnek egyszerű dolga van. Oké. Okay. És lesz egy nagyon fontos, egy mindig a kulcs, majd megnézzétek, mert ez valóságban is így működik, bár jó játék, a próféta, aki az üzenetet átadja, na ott szokott minden bukni. Tehát ott kit szeretné, hogy legyen a próféta? Válasz egy prófétát. Zoltán próféta, köszöntünk téged sok szeretettel. Igen, te vagy a próféta, te ide álljál, jó? Nem, fordítva. Igen, a próféta áll itt. Ancsa, atyám. Válaszoltatok személy? Igen. Benyámin. Vöröshajú Benyámin. Oké. Okay. Te kapni fogsz egy nagyon jó proféciát. Jó, gyere ki. Ez egy átlagos nap. Jó, legyen csütörtök, jó? És Beni imádkozik, és vár az úrtól üzenetet. Bemegy a gyülekezetbe este, és ez szokott történni, nem? Egy ilyen prófétai alkalman. Zoli meg úgy érzi, hogy valamit át kell adni Beninek, és van egy érzése Istentől, és oda megy hozzá, Beni belép a gyülekezetnek az altáján csütörtökön este, nem tudom, van egy csütörtökön alkalom, de mondjuk ezután lesz. És hát úgy érzem Istentől, hogy van egy üzenetem, és akkor átadom. Igazából mi történik? Arról van szó, hogy az atya és a fiúnak van egy jó terve Benire, igaz? És azt olvassuk a János 16-ban, igaz, olvastátok az igét, hogy a fiú és az atya fent, fiúnak és az atyának van egy jó terve. Beszélnek Beniről, mint ahogy most is. Tudod, most itt lent vagyunk a földön, de Isten lát téged, és van egy jó terve, és az atya és a fiú egymás között szoktak rólad beszélgetni. Tudjátok? Tudtátok ezt? És nagyon jókat, és hogyan segíthetnénk most a nevedet, mondjuk mi Zsozsó, hogy ma is arról beszélnek, hogyan segíthetnénk Zsozsónak. Milyen bátorítást tudnánk adni, mivel segítenünk, milyen gondokkal küzdik, és keresnek egy embert, aki továbbadja ezt az üzenetet. Tehát az atya és a fiú beszélgetnek róla, és most egy valóságos profécia fog történni. És a Szent Szellem pedig, azt mit olvastunk a János 16-13-ban, amiket hall, azokat kijelenti, igaz? Tehát a Szent Szellem mindig figyeli, hogy mit mond az atya és a fiú, majd oda kell menned, és amiket hallasz, már oda mehetsz,
Tehát ezt olvassuk a Bibliában, ez történik. Ha a Szent Szellem hall valamit, és amiket hall, az belesugja valakinek a fülébe, és ez az a proféta ajándék, te átveszed az üzenetet, és semmi dolgod nincs, csak elmondod neki. Igen, nagyon egyszerű. Tehát miről szól a profétálás? Te valakinek segíteni akarsz, emelni akarod az ő életét a gyülekezetben, a barátaid között vagy valahol, egyszerűen figyelsz Istennek a szellemére, és amit mond, azt egyszerűen továbbadod, mert tudod, hogy az Isten változást hoz az ő életébe rajta keresztül, és mi szeretjük egymást, és azzal tudunk igazából a másiknak a szeretetünket kimutatni, hogy az isteni ajándékokat, a segítséget, ami Istentől jön, átadjuk neki, igaz? Amire nagyon nagy szüksége van. Figyeljetek, ha így működik a gyülekezet, nagyon erősek leszünk. Nagyon, nagyon biztonságban leszünk, nagyon fogjuk egymást szeretni. Én is nagyon hálás vagyok azért, amikor valaki figyelt Istenre, figyelt a Szent Szellemre, és átadott egy olyan üzenetet, ami nekem nagyon nagy segítség. Jó? Tehát ez így működik, de ezt te nem látod, te csak annyit érzel, hogy bejössz a gyülekezetbe, van egy érzésem valaki felé, Istentől. De gondold el, de közben, tudod milyen csodálatos dolog? Benne van az Atya, benne van a Fiú, benne van a Szent Szellem, és az egész menny összedolgozik. Tehát meg csak egy érzés érzel. Értitek, hogy milyen csodálatos dolog ez? Hogy ezt Isten figyel rátok. Ő gondolkodik rólatok. A Fiúval, az Jézussal beszélgetnek. Oké, hosszú lesz? Tehát a Szent Szellem, ő pedig, igaz, te figyelted őket, van egy üzenet, amit tovább fogsz adni, kiválasztottál egy fiút, mert ő, Zoli, nagyon-nagyon figyelmes és érzékeny Istennek a szellemének a dolgaira, és ő alkalmas arra, hogy átvegye ezt az üzenetet. Na most a te dolgod, hogy mondd el azt, amit hallottál a mennyből. Tehát végül is ezt nem hallja senki, igaz? Amikor imádkozol, csak a proféta hallja, igen. Figyeljetek, az egészben az a megdöbbentő, hogyha megnézed ezt a játékot, nagyon egyszerű dolgod van, nem? Te egy boldog keresztény vagy, az Úr Jézus megváltott, Isten szelleme átad neked magyarul, igaz? Mert érthető módon dolgokat, és amit te hallasz, amit tovább a mennyből, egyszerűen csak el kell mondani. Ilyen egyszerű dolog. Én már nagyon sokszor játszottam ezt a játékot, de annyi galiba volt már, annyi keveredés volt, hogy egyszer én voltam a Szent Szellem, és valaki megkért, hogy hát, ha én vagyok a Szent Szellem, akkor menjek oda, mondjam el neki, mert én nem bírom megegyezni. Hát, de mondom, egy mondat. Hát, add már te. Mondja nekem a proféta, tudod, a Szent Szellemnek. Mondom, hát te vagy az ember, hát te vagy a proféta, hát add át. Hozzám fordult, azt mondja, add már át. Mondom, nem. De így a gyüli előtt rám néz, használd a testem. Dicsőded az Urat, felemed a kezed, minden, a gyülekezetben vagy. Oké, és egyszer csak Zoli hozzád lép, és elmond egy üzenetet. Bence, van egy üzenetem a számodra, úgy érzem, az Istentől van. Sok kérdés van benned, és sok dolog van, ami nem került még válaszra. És van egy elhívásod, proféta elhívásod, ami ilyen művészi dolgban nyilvánul meg, nem biztos, hogy ilyen sabadabás, hanem inkább ilyen művészi, akár festészet, tánc, jó az alkatod, stb. És még van egy, mindjárt még imádkozok. Atyám, segíts! Rendszerűen menjen oda! Teljesen jó, hallottad? Halló, ezt akartam mondani. Oké. Okay. Szóval maga az Atya szólt hozzád, és azt szeretném, hogyha... Igen? Konkrétan az üzenet az volt, hogy Benyámin egy olyan ember, akit Isten keres. Ő is keresi az Istennek a válaszait, de nem látja, nem kapja meg bizonyos területeken, és nagyon úgy éreztük, hogy van benned profétai ajándék és profétai elhívás. Nem a megszokott módon, tehát sábalába, mint megtudtuk, hogy ez egy ilyen általános meghatározása ennek, tehát nem az általános profétai módon, hanem valamilyen művészetben, amit én nem tudom, nem is ismerlek. Oké? Okay? Tehát valami olyasmiben, amiben másképp fejezed ki magad,
Tehát nem a megszokott módon, hogy beszélsz, és így hallják meg azt, hogy Isten van, hanem más módon fog rajtad keresztül megnyilvánulni Istennek az ajándéka. Ez az ajándéka, és nem csak a saját korosztályod felé fogod ezt elmondani, továbbadni, amit Isten üzent, hanem idősebb korosztály felé is ezt éreztem. És hogy ez el akart, tehát ettől mindenképpen el akar a sátán tántorítani, hogy ezt te ne csináld, és az érzelmeidben támad, és abban, hogy ezt el ne hidd, mert hogyha ezt elhiszed, akkor ki fog teljesedni az életed, ha meg nem, akkor meg éled a beszűkült életedet. És Istennek nem az a terv, hogy beszűkítsd magad, hanem az, hogy tágas térre menj, és éld meg azt, amire el vagy hívva. Így érthető? Így egészen más. Oké, maradjatok. Hé, mindenki, bocsánat, maradjatok. Oké, mi nincs vége. Jó, nagyon fontos lesz, cseréltek helyet, jó? Oké, ez sokat jelentett számodra? Igen. Tehát van valami, ami ezután fog kibontakozni, és van egy különleges képességed, ami Istentől van, de nem biztos, hogy te még így gondoltál eddig rá. Biztos, hogy nem. És ez az ördögtől van, hogy ne gondolj rá, mert ez egy nagy érték, amivel sokat segíthetsz emberek számára, és az ez a te utad is lehet, és kibontakozhat, és generációkkal szólíthatsz meg vele, de kezd el értékelni, ami benned van, és fedezd ezt fel, mert ez Isten adta beléd, és használni akarja, és ez egy talentum. Amen? Amen. És így nagyon értékes vagy, és imádkozhatok gyorsan ezért. Maradjatok, jó? Mennyei hatalmasságok, oké. Benni, megáldalak az Úr Jézus nevében, hogy ez a különleges dolog és képesség, ami benned van, mint egy csiszolatlan gyémánt olyan vagy, ez legyen kicsiszolva is, legyen valóság a te életedben, és törjön meg a gonosznak minden ellenállása, és lásd magad Isten szemével, és kapjál erről kijelentéseket is, éld azt az utat, amit élned kell, és a kérdéseidre kapjál választ, és szűnje meg ez a tanástalanság, és indulj el egy úton, és Isten fog téged vezetni, és fogja, érezd, hogy ő fogja a kezedet, és ő ad egyre több kijelentést, és sokszor látni fogod a következő lépést, nem mindig fogod látni az utat teljesen, de azt érzem, hogy Isten szelleme a következő lépést, ha kéred, meg fogja neked mutatni, és bízz benne, hogy a jó útra visz téged, és így fog egyről egy kettőre vinni, és így fogsz egyre előrébb haladni, és amit most elmondtak, az legyen valóság a te életedben, szólítsd meg a generációkat, és ez a különleges ajándék, ami benned van, az bontakozzon ki. Amen. Amen. Még mindig nem. Na figyeljetek, ez nagyon fontos, ugyanis itt most Zoli volt a kulcs személy, igaz? Tehát akit használ Isten ebbe az ajándékban. És hogy mi volt a legfontosabb Zoli számára? Mi volt a legfontosabb ebbe az egészben? Hogy pontosan átadja azt, amit kitől hallott? A Szent Szellemtől. Tehát a kulcs személy, a kulcs fontosságú momentum az egészben az, hogyha Zolinak az Isten szellemével jó kapcsolata van, ismeri az Istennek a szellemét, hogy ez a hang tőle jött, akkor át tudja adni jól az üzenetet, igaz? Tehát hogyan tudsz jól profétálni, mi az egésznek a kulcsa? Ez egy személyes dolog, ez nem egy technika igazából, hanem ez egy személyes kapcsolat Istennek a szellemével, mert ő az, aki kijelenti mindazt, amit hall a mennyben. Értitek? Tehát a legfontosabb dolog, hogy tud, amikor hallasz egy hangot, amikor egy érzésed van, hogyha te amúgy is jó ismered a Szent Szellemet, és együtt éltek vele, mert megfelelő módon élsz, és imádkozol, és Isten szellemével közösségben vagy, akkor nagyon könnyű ez a dolog. Ha egyébként távol vagy tőle, akkor fogalmat sincs, hogy mert nem ismered. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim is hallják az én szómat. Értitek? Ha jó kapcsolódod az Isten szellemével, akkor nagyon könnyű profétálni, mivel ismered a hangot, mint otthon a családban tudod, hogy na, ez anyám volt, és akkor már most ezt akarja. Igaz? Mert jól ismered őt, és pontosan tudod a hang lejtéséből is, hogy most ez dicséret volt, vagy szidás. Ha jól ismeri Istennek a szellemét, akkor nagyon könnyű profétálni, és csak amit mond, ugyanúgy tovább kell adni. Nem kell nagyon okosnak lenned, nem kell különleges képesség. Mi a kulcsa? Figyelni kell. Csak tanuld meg figyelni Istennek a szellemét, és ugyanúgy továbbadni, amit ő mond. Ennyi az egész, igaz? Ha nem ismered őt, akkor nem tudod, hogy ez most Isten szellemének hangja, az én hangom, más hangja, egyszerűen, vagy ha épp egy álom, hogy sok töltött káposztát ettem, és azért rosszat aludtam, és ez nem igazából Istennek egy figyelmeztetés a gyülekezet számára, hanem kevesebbet kell este ennem, értitek? De hát nagyon fontos, hogy ezt ismerjük. Ancsa, együtt dolgozhatok? Közös volt ez az üzenet?
Nem. Hát a fiú? A fiú azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy egy biztos megáll. Jó. Hát tapsoljuk meg. Jó, nagyon ügyesek voltak. Okay. Köszönöm szépen. Mindenki tapsolj meg. Oké. Okay. Tehát értitek? Az a csodálatos, hogy lehet, hogy te annyit élsz át az egészből, hogy van egy érzésed, és gondolatod, és te továbbadod a másiknak. De közben, amit te nem látsz, az az, hogy a mennyben volt egy gondolat, atya meg a fiú beszéltek, az Isten szelleme hallotta, az kijelentette neked, te továbbadod. Tehát egy fantasztikus mennyei csapatmunkának a részese lehetsz, és csak rajtad áll. Amen! Mert Istennek mindig van szava. De ne döbbenetes dolog. És ezt azért mondtam, hogy értékeljétek mindazt, ami túl hétköznapinek tűnik számotokra is. Nagyon sokszor voltam így, akár fiatalok körében, hogy hát éreztem valamit, de ó, hát én biztos, hogy nem. Ó, hát nem is olyan fontos az. Volt egy egyszer, hogy emberek élete menekült meg így. Ó, nem gondoltam. Csak úgy éreztem, úgy láttam, tényleg már egy hete gondolkodom, hogy valamit mondani kéne, közben pedig lehet, hogy maga az Isten szelleme az, aki azt mondjad már, hát nagyon-nagy szüksége van a másikra, de te megítélted a helyzetet, hogy ó, én ehhez alkalmatlan vagyok, ó, hát ez nem, ó, most nem vagyok olyan állapotban, ó, most nem úgy sikerült a hetem, ó, biztos nem olyan fontos ez. Közben pedig bekapcsolódhatsz egy ilyen mennyei vérkeringésbe, és csatornája lehetsz az Istennek az üzenetének, és ember élete megváltozik. Tudjátok, nincs szebb dolog, és nincs jobb élet annál, mint azt az életet élni, amikor úgy érzed, hogy Isten használ téged, és valakinek az élete a te életeden, szolgálatodon keresztül megváltozik. És mielőtt találkozott veled, rémület volt és félelem a szemében, de mivel engedelmes voltál Istennek, és odaszántad egy picit is magadat, és látod, hogy csillog az ő szeme, és egyszerűen változás történt, és azt mondod, hogy Istenem, engem használhatsz, én lehetek az az ember, aki változás, ez csodálatos dolog. És ez egy nagyon jó élet, jövő hosszú távra utat mutató élet lehet. És ez adott számodra, mindnyájan profétálhattok. Lehet, hogy most láttunk egy olyan Beni személyében egy olyan napot élt át Beni, amikor a gondolkodásában megfordult az élete, és rááll egy dologra, és pár év múlva azt fogod mondani, hogy igen, akkor azon a napon erről volt szó, és most beindult az ő élete, és megváltozhat, valami elindulhat. És lehet, hogy tényleg 10 év múlva, ha most mutatnánk ilyen újságcikkeket, ott lenne benne, mint valami olyan ember, aki sok élet, ember életére hatása van. És hogy kezdődött az egész? Volt egy üzenet a mennyből Istentől, valaki engedelmes volt, átvette, átadta, és a szívében, mint egy kis mag, mint Isten országa mustármag, el lett vetve, és nagy fává növekedett. Ez történhet minden egyes gyülekezeti alkalmon, minden egyes találkozáskor, ez megtörténhet velünk. Ha figyeljünk Istennek a szellemére, egy nagyon fontos dolog van, az üzenetet a Szent Szellem adja át neked, ő a prófétasának a szelleme, jóba legyetek vele. Ismerjétek őt, sokat imádkozzatok, és ha jóba vagytok Jézussal, akkor jóba vagytok Istennek a szellemével, és ismerjétek fel a vigasztalónak, a bátorítónak a hangját, és akkor használni fog titeket. Amen.